A szakácsok, cukrászok után a pincéreknek szervezett szakmai rendezvényt a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület és a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvényen végzett pincérek, szakmai vizsga előtt álló fiatalok, szaktanárok, valamint éttermi és pincérmesterek is részt vettek. Értekezésük egyebek mellett arról szólt, a közelmúltban felismerték, eltérően oktatják és vizsgáztatják a pincértanulókat. Többször találkoztunk olyannal egy vizsgáztatás során, hogy azt mondja a vizsgázó gyerek, hogy de velünk ezt nem így tanították. Most ezeket a dolgokat tettük helyre, és a legnagyobb vendéglátó szakkönyvírónk, a Boleszák Zoltán úr írt egy gyönyörű szép könyvet, amiben összefoglalta azokat a fontosabb trendeket és szabályokat, amik szerint oktassunk, tanítsunk és vizsgáztassunk. A szakma több már elavult szabályt reformált, az újítások ebben a könyvben olvashatóak, de a rendezvényen néhány modernizált elvárást a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület képviselője ismertetett. Évtizedekig azt tanítottuk, hogy ferdén vágott parafadugó legyen a zsebébe, mert ha netán mozog az asztal, akkor azt ki kell dugózni. Hát ma már nagyon kevés helyen mozog az asztal, ezek csavarozott lábúak, ezek összerakható asztalok, tehát most már ez sem él úgy, ahogy fölöslegesen ne dagadjon a zsebe attól a parafadugótól. A rendezvényen a pincér szakma jelenlegi helyzetéről is hallhattak az érdeklődők. Elég nagy problémával küzdünk, kevés a jó szakember, hiszen külföldre mennek, és ez az eltávolodás a szakmától azért ez a színvonal esetleges romlását is maga után vonhatja, ezért úgy gondoltuk, hogy mindenféleképpen fontos továbbképzéseknek, oktatásoknak a szervezése, ahol kiváló megyei szakemberek mondják el a szakmai követelményeket. Az előadások mellett a gyakorlatra is nagy hangsúlyt fektettek a rendezvényen, fiatal pincérek mutatták be teendőiket, valamint a szakma legújabb trendjeit.